akinek nincs szeretője, bort igyék, s hindi fogja, hogy minden jány érte ég. És igyék bort az, akinek pénze nincs, s övé lesz a világon minden kincs. Bizony mondom, gyász most a magyar címmel Kuruc Ádám Konrád Latinovics díjas versmondó és színművész verses prózai monodrámáját hallgathatták meg Petőfi Sándor életművéből az érdeklődők az Aranybulla könyvtárban. Az elmúlt 6 év során folyamatosan állítok össze újabb és újabb költői életművekből műsorokat. A Petőfi volt a 7. ebben a sorban egy portréműsor. 2021 nyarán jött egy felkérés, hogy Koltón, ott van minden év szeptember első hétvégéjén, Petőfi napok, és ott mindig van egy verses prózai előadás, egy Petőfi műsor, és akkor jött a felkérés, hogy esetleg tudnék egy 35-40 perces Petőfi műsort összeállítani. Örömmel vállaltam a felkérést, úgyhogy ezt az előadást, ami 45 perc körülbelül, és igyekszik Petőfi teljes életét átfogni. Nyilván nem lehet 45 percben átfogni, hogy törekedtem a legfőbb töréspontokra, amelyek Petőfit leginkább tulajdonképpen meg tudják mutatni. És elém újabb mindenökre át. Az előadás különlegessége, hogy az elhangzó verseket hosszabb, rövidebb prózai szövegek kötik össze, fűzik egymáshoz, amelyekben a versek hátteréről, keletkezésük kulisszatitkairól mesél a hallgatóságnak, a költő élettörténetéből szemezget, s mivel levelezéseiből is belecsempész néhányat, így áll össze dramaturgiailag kerek egészé az előadás. Támaszkodtam az iskolai tanulmányokra, hogy melyek azok a versek, amiket mindannyian tudunk, ugye, és ugye a közös nemzeti örökségünk része, a nemzeti öntudatunk része, úgyhogy főként a szerelmi költészete van centrumban, azon belül is nyilván ugye a Szendrei Júliával való megismerkedése, házasságuk szeptember végén nyilván nem kihagyható egy ilyen műsorból, és a forradalmi költészete, a magyarság versek az dominál leginkább. 1844-től indítom a műsort, amikor ő 21 esztendős, és elviszem egészen az utolsó napig, amikor eltűnik a Fehéregyháza és Segesvári ostromban 1849. július 31-én. További adalék a műsorhoz, amit a szép számú versbarát is megtapasztalhatott, hogy Kuruc Ádám Konrád produkciójának igazi különlegessége, hogy nem verset szaval és kívülállóként mesél, mutatja be a költőt, hanem egyes szám első személyben, Petőfiként beszél, verseit pedig sajátjaként mondja el.